Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. Ebben az esztendőben is sor kerül Budapest leghosszabb ételosztási akciójára itt Rákos mentén. Hogy ezúttal hány alkalom van betervezve, valamint hogy meddig fog tartani a kezdeményezés, ezekről fogok többek között beszélgetni vendégeimmel. Üdvözlöm a stúdióban Szabó Tibornét, az ételosztás főkoordinátorát, és Lombert Krisztinát, a Rákos menti Adományház Egyesület elnökét. Köszönjük a nézőket! Köszönjük. És ugye idén lesz egy nagyon fontos változás az ételosztás tekintetében, ami az időpontot illeti, de erről még egy picit később. Előtte akkor kicsit utazzunk vissza az időbe, ugye több mint 10 éve megy most már az akció, annak idején nyilván evidens lesz a kérés, de milyen céllal hívták életre ezt a nemes kezdeményezést? Hát azzal a céllal, ami ugye bármilyen időszak van mindig adott, hogy mindig vannak rászorultak, mindig vannak nehéz helyzetben élő családok, több gyerekesek, akiknek ez a heti egy alkalom is főtétel, ez is egy nagy segítséget nyújt. Ugye az Adomány az Egyesület hosszú évek óta kulcsszerepet vállal tulajdonképpen az ételosztás lebonyolításában. Mi pontosan az ön szerepük? A szervezésben, ugye Szabó Tiborné képviselőtársammal, ő a főszervezője ennek, én csak a segédje vagyok, meg kapom az utasításokat, hogy mi kell, mire van szükség. Természetesen nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Ez egy non-stop gépezet. És ugye ez a gépezet hosszú évekig úgy működött, heti rendszeressége természetesen, hogy péntekenként volt. Viszont most az időpont megváltozott, kezdjük ezzel, nagyon fontos. Mikor lesz pontosan az új időpont? 15-én kedden, de a helyszín és az időpont, hogy 1 órától, az változatlan. Az önkormányzat mellett, a szokott helyen és 1 órától. Keddi napokon lesz ezentúl, ugyanis az önkormányzatnak a nyitvatartási rendje az energiahelyzet miatt megváltozott. Pénteken az önkormányzat zárva tart, csak ügyelet van, így ezért az a megállapodás született, hogy a segítség az jól jön hétközben is, nem csak pénteken, úgyhogy ezentúl kedden leszünk ott, mert ugye nekünk sok mindenhez kell alkalmazkodnunk, mert a fő tevékenység, a dolog, a csomagolás, dobozolás az a Rákosegyi Közösségi Házban történik, és nekünk alkalmazkodni kell ahhoz is, hogy a közösségi ház munkarendjében ne okozzunk felfordulást. Az is most már ugye hagyomány, hogy mindig ki az első személy, ugye, aki segít a ételek kiporciózásában, ki lesz ő? Most polgármester úr, Horváth Tamás polgármester úr, ő szokta kezdeni ezeket az alkalmakat, és természetesen a többi alkalommal is a tisztségviselők, vagy majd a támogató egyházak képviselői, azok mindig szívesen eljönnek, és nem csak odaadják, hanem közben tudnak beszélgetni az emberekkel, és ezt fontos megjegyezni, hogy nem csak idézőjelben tevékenyen vesznek ott részt, hanem mindenki maximális mellszélességgel, mind az önkormányzatban, mind az egyházaknál és egyéb civil szervezeteknél mellénk állnak, és anyagilag is támogatják a munkánkat. Az új időpont tehát már elhangzott, viszont a helyszín állandó, és maga az ételosztás lebonyolítása, az ételek átvétele, az is a megszokott módon fog zajlani? Igen, az is a megszokott módon zajlik majd. Rákoshegyen szépen kosarakba kiporciózzuk, előkészítjük. A önkormányzat gondoksága felállítja részünkre a sátrat, és ott berendezi a helyszínt, hogy ott tudjunk dolgozni, és a Vöröskereszt aktivistái pedig úgy, mint eddig jönnek nekünk segíteni, hogy át tudjuk adni azt, mert egyszerre ott többen is vannak, többféle dolgot, kenyeret, az ételt, ha van gyümölcs, ilyesmi, azt is át kell adni, és az úgy egy ember ezt nem tudja csinálni, és akkor ott mindenki besegít és hozzáteszi a maga dolgát. A közösségi házból pedig úgy, mint eddig, akik onnan vitték el az ebédet, onnan is el tudják vinni továbbra is, majd januárban lesz egy kis változás, de azt majd az ott odajárókkal megbeszéljük, mivel átmenetileg zárva fog tartani a Rákoshegyi Közösségi Ház, de azokon a keddi napokon mindig kinyitnak és segítenek nekünk, viszont akkor nem lesz meg az a lehetőség, hogy délután 5 óráig, hanem majd megbeszéljük, hogy kinek hogy jó, és mit tudom én, 2:30-ig azért mindenki vigye el az ebédjét, hogy a kollégák tudnak menni a másik művelődési házba dolgukat végezni. Ugye ez egy igazi összehangolt csapatmunka, és már azért részben itt hangoztak el információk ezzel kapcsolatban, de az önkormányzati tisztségviselőkön felül kik az állandó visszatérő segítők?
Hát ugye a Magyar Vöröskereszt 17. szervezetével folyamatosan együttműködünk, nem csak ebbe, hanem az év bármely szakában. Megbeszéljük, kinek mire van szüksége, és még egymásnak adogatunk is dolgokat. Az ő segítőik segítségével osztjuk ki az ételt általában. Hogyha még nézzük a kezdeményezés megvalósulását, kik a további segítők anyagiak tekintetében? Ugye az alaptámogatást megkapjuk a Rákosmentő önkormányzatától. Az kiindulásnak egy nagyon nagy segítség, viszont továbbra is szeretettel várjuk az ételosztások, minden egyes ételosztás támogatását. Esetleg, hogyha valakinek van kedve, általában olyan 250 adag, 260 adag ételre, vagy főre vonatkozóan, akár gyümölcsel, akár a karácsonyi időszakban szaloncukorral, mindenképpen csomagolt vagy mosható dolgokkal, ugye, mert mondanám azt, hogy mint régen a zsíros kenyér, ami az egy nagy sláger volt, a hagymás zsíros kenyér, de arra nincs lehetőségünk, hogy ott feldaraboljuk, kenegessük, megdaraboljuk a hagymát is. Ezért sajnos ez most nem, de ezen kívül ugye, hogy még vitamint tudjunk adni például a rászorultaknak, ez nagy segítség lenne. Akár vállalkozók segítségét is szívesen fogadjuk, ha valaki mással összefogva egy ételosztást is elvállal. Ugye szóba kerültek a támogatók, és már itt korábban mondtam, hogy a alkalmak, hogy hány darab alkalom lesz, a sok mindentől függ, de a tervek szerint meddig fog tartani a kezdeményezés? Terveink szerint 16 alkalom, ahogy én a naptárba kiszámoltam, és a jegyekre is ez került rá, ez a dátum, ez március 7-e. Természetesen az előző évek gyakorlatának megfelelően, amennyiben az időjárás olyan zord, és lesznek támogatóink, akkor természetesen ezt meghosszabbítjuk. Például ott vannak az egyházak, akik nagyon-nagyon komoly segítséget adnak. Sajnos az utóbbi időben annyira felmentek az árak, hogy a támogatóknál, itt gondolok elsősorban az egyházakra, egy-egy ételosztást önállóan nem tudnak kigazdálkodni, ennyivel nem tudnak támogatni, de tavaly is volt, hogy két-két református egyház, vagy a katolikus egyház a kaszab alapítvánnyal, és akkor ketten mégis könnyebben kifizették, vagy pedig nekünk, ha még így sem ment, akkor az Adományház Egyesület a saját lehetőségeiből ki tudta pótolni, és akkor ilyen hármas összefogással megvalósulhatott. Tehát mindenképpen nagyon várjuk a segítséget, támogatást, és itt főleg esetleg a vendéglátásban dolgozó vállalkozókra is gondolunk, mert például van a Klasszmenü Kft., aki most már harmadik éve minden hónapban egy ételosztási alkalmat komplett felajánl részünkre, kenyérrel, még evőeszköz, mindent kapunk, úgyhogy most is előre is köszönjük nekik a segítséget. Korábban ugye már szóba hozta az önkormányzat képviselőit, ők idén is megint zokszó nélkül tulajdonképpen az akció mellé álltak? Hát hogyne, anyagilag is, és a jövőben is, mert februárban újra költségvetés van, és az adományház nem csak az ételosztással foglalkozik, hanem egyéb mással, úgyhogy ismét végig fogjuk keresni a képviselőket, hogy ki mennyi pénzzel tudja majd a munkánkat támogatni. De a képviselők nem csak anyagilag támogatják, illetve eljönnek az ételosztásra, ha idejük engedi, hanem több képviselőtársam is van, akinek a körzetében rendszeresen minden héten jön, megkapja a kosárba 5-6-8 személy részére az előre elkészített szatyorba összerakott csomagot, és akkor a délután folyamán ő azt el tudja juttatni annak, aki idős, beteg, vagy kisgyerekkel van otthon, és nem tud elszabadulni ebbe az egy és két óra közti időszakban. Tehát így módon még tényleg tevékenyen részt is vesznek benne. Hogyha a tervezett menüsort nézzük, erre a szezonra vannak már jól bevált visszatérő finom ételek, amikkel idén is készülnek? Hogyne, hát sokkal többet tudnánk, de szóval arra is gondolni kell, hogy ne folyjon ki, forrón kapom, tehát levesszerűséget nem szívesen, tehát inkább ragukat, szelethúst azt nem, de baromfiból, a bakonyitól kezdve a bácskai rizses húsig, a tarhonyás húsig, az az egyik fő kedvenc.
úgyhogy igyekszünk, még a babgulyás, meg a székelykáposzta az, ami úgy még szívesen elvisznek az emberek, mert arra is kell gondolni, hogy nem csak felnőttek, hanem gyerekek is vannak azok között, akiknek hazaviszik ezt az ennivalót, és hát nyilván olyasmit kell adni, amit ők is meg tudnak enni. Egy fontos kérés még itt a beszélgetésünk végén, és ez mind a kettőjükhöz szól tulajdonképpen, de önnel szeretném kezdeni, hogy először válaszoljon, hogy nagyon nemes, amit hosszú évek óta csinálnak, és ugye nehéz időket élünk. Mondhatjuk, hogy talán ezen alkalmaknak most még fontosabb és erősebb a jelentősége? Valószínű, mert de hogy nézi az ember a televíziót, hallgatja a híreket, szóval fantasztikusan jó dolog, hogy mennyi civil szervezet és egyház összefog, és mindenki a maga lehetőségéhez képen megpróbál valamit segíteni, és azért az a sok kis segítség majd valahogy összejön egy nagy egészé, és ez nagyon jó dolog, úgyhogy van remény, úgyhogy nagyon sok rendes, jó szándékú, segítőkész ember van, és Isten tartsa meg a jó szokásukat is, nem csak minket, hanem másokat is továbbra támogassanak, mert erre most szükség van. Igen, valóban van remény, és önnek mit jelentenek ezek az alkalmak? Nekem mit jelentenek? Én ezt csupán szeretettel, szívvel, lélekkel, másképp ezt nem lehet csinálni. Ezt teljes elhivatottsággal, alázattal. Én nekem egy boldogság, hogy ha nem is többel, de legalább ennyivel a kerület rászorultjainak tudunk segíteni. Én pedig azt gondolom sokak nevében, hogy azt kívánom, hogy nagyon sokáig legyen erejük és kitartásuk, és anyagi támogatásuk ahhoz, hogy tudják ezeket csinálni, és akkor még egyszer utoljára, mikor lesz az első alkalom, és pontosan hol? Az első alkalom november 15-én, kedden, 1 órakor az önkormányzat elől a szokott helyen, és onnantól kezdve pedig mindig keddi napokon, akik rendszeresen odajárok, tehát jeggyel fognak rendelkezni, azoknak csak meg kell nézni a dátumot, és el sem lehet felejteni. És ott is minden alkalommal elmondjuk, hogy most jövő héten találkozunk, lesz olyan időszak a két ünnep között, amikor zárva van az önkormányzat, akkor szünetelni fog az ételosztás, de ez már évek óta így van, és aztán januárban folytatjuk, de a jegyen a dátum mindig rajta van. Minden fontos, tehát elhangzott. Én nagyon sikeres ételosztási szezont kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a felkérésünket. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük a lehetőséget. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!